nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ezt a díjat elnyertük. Mi koncepciósan törekszünk arra, hogy megteremtsük azokat a feltételeket, amely a város életében a fejlődéshez szükséges. Ez a társadalmi környezetre igaz, az épített környezetre és minden területre igaz. Hosszú távú fejlesztési koncepciónk, elképzeléseink vannak, és hát melyik az önkormányzat, aki nem akar jót és jól csinálni, mi is ilyenek vagyunk, és szeretjük ezeket a programokat megmérettetni egy ilyen pályázat alkalmával is. És nagyon örülök annak, hogy ezzel a pályázattal megerősítettek bennünket abban, hogy jó irányban haladunk. A laudációnál is elhangzott az, hogy a 13. kerület honnan indult, és ma már ugye beszélnek a Váci úti irodabulvárról, ahol most is három helyen épülnek újabb irodaházak, beszéltek arról is, hogy a szociális területet is milyen módon segítjük és támogatjuk. Amit nem hangzott el, de egy Holnap Városáért díj kapcsán el kell mondjuk, az például a 100 lakásos passzív ház. Tehát ez egy olyan előremutató elképzelés, amely azt hiszem példaértékű lehet minden város, minden kerület számára. Ez egy 100 lakásos bérház, amely passzív jellegű, és külföldiek minősítették ezt passzív házzá. Erről már sokat beszéltünk itt a 13. kerületben, ez itt nem hangzott el, de nyilvánvalóan a pályázatunkban ez is benne van. Nagyon örülök annak, hogy az az elképzelés, amelyet mi megfogalmaztunk, és az a ciklusprogram, amit a lendületben a 13. kerület programban megfogalmaztunk, az mások által is elismerésre méltó, egy újabb lendületet, újabb erőt ad arra, hogy ezen az úton, amin elindultunk, amit kitűztünk magunk, azon haladjunk tovább, mert jó úton vagyunk.